2006-ban kerültem az Ericssonhoz, az egyik barátom ajánlotta ezt a céget, ő is nagyon izgalmasnak találta az itteni munkát, és utána javasolta nekem, hogy esetleg próbáljam meg én is. Terméktámogatással dolgozom, és ez azt jelenti, hogy ha egy termékkel a későbbiek folyamán probléma van, akkor mi annak a javításában segítünk. Vannak egyéni projektjeink is, ilyen például ez a gamification, amit másfél éve kezdtünk el. Igazából egy ötlet született meg a fejünkben, hogy mi lenne, ha a játék erejét használnánk fel munkahelyi környezetben. Ezt elkezdtük vizsgálgatni, és arra jutottunk, hogy egy egész tudományág, egy egészen új tudomány épül e köré. Ez a gamification tudománya, amiben mi beleástuk magunkat, és egy egész projektet építettünk köré. Sikerült hozzá támogatókat szereznünk cégen belül is. Ha valaki a saját munkáját, a napi munkáját nem találná elég izgalmasnak, akkor mindig van lehetőség rá, hogy támogatókat találjon. Ezt a cégkultúra kifejezetten ösztönzi, hogy az emberek a saját ötleteiket próbálják meg megvalósítani. Jelenleg ez úgy néz ki ennél a cégnél, hogy úgynevezett ideaboxokba lehet bedobni az ötleteket. Ott különböző emberek rárobbanhatnak, hogyha érdekesnek találják, akkor lehet hozzá könnyen támogatókat szerezni. És amikor elér egy kritikus tömeget ez a támogatottság, akkor szinte automatikusan beindul a gépezet, és időt, pénzt lehet ráallokálni. Azért gondolom nagyon jónak és hasznosnak ezt a cégkultúrát, amit az Ericsson képvisel, mert olyan környezetet teremtett, amiben mindenki bátran és nyíltan elmeri mondani az ötleteit. Számíthat ugyan kritikára, de nagyon sok támogatóra is, és ez a kultúra, ahol sok ötlet születik, a többiek fejében is ötleteket generál.